Jelenleg naponta átlagosan 250 ukrajnai menekültről gondoskodnak a budapesti bokcsarnokban, mondja Csillag Lajos, a helyszínen szolgálatot teljesítő katolikus Karitász műszakvezetője. A bokcsarnokban kulturált körülmények között várakozhatnak a háború elől menekülő családok. Az éjjel-nappal nyitva tartó tranzitponton ételt, italt, orvosi ellátást, tisztálkodási lehetőséget, utazásszervezést, gyereksarkot, internet elérhetőséget biztosít számukra a kormány a karitatív szervezetekkel együttműködve. A MÁV kihelyezett nemzetközi jegypénztárat is üzemeltet a bokcsarnokban, ahol a menekültek átvehetik ingyenes szolidaritási jegyüket. Természetesen érkeznek még menekültek, változatlanul várjuk őket ugyanazokkal a mondanám szolgáltatásokkal, mint a kezdetekben, de inkább azt mondanám, hogy manapság úgy 24 óra alatt 200-220 menekült érkezik. Ugyanúgy változatlanul családos emberek, illetve vannak, akik egy párban, fiatalok, idősebbek, teljesen vegyesen érkeznek. Itt őket ellátjuk azonnal élelmiszerrel, tisztálkodási szerekkel, illetve itt a helyszínen rendelkezésre áll ugyanúgy a SIM-kártya, tehát a mobiltelefon ügyintézés, illetve vonatjegyeket szoktunk vásárolni a továbbutazóknak. Ma is várjuk a egyik atyát, aki jön, és hogyha menekülteknek szükségük van rá, akkor lelki ellátásban is részesíti őket.